Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy szeretetek! Köszöntök mindenkit, köszöntöm a média képviselőit a mai sajtótájékoztatón, amelynek apropója a 2019. évi birkafőző fesztivál, amely idén június 28-29-én kerül megrendezésre, és a rendezvény kapcsán egy rockzenei tehetségkutató versenyt kíván útjára indítani a szervezőbizottság Karcagváros önkormányzata. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a verseny védnökeit, fővédnökeit, távollétükben is Kovács Sándor országgyűlési képviselő urat, illetve dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő urat. Köszöntöm a jelenlévő fővédnököt, Dobos László urat, Karcagváros polgármesterét. Köszöntöm továbbá a tehetségkutató verseny zsűri tagjait, a zsűri elnökét, Óka Egon, basszusgitárost, zeneszerzőt, a Kőbányai Zenei Stúdió Művészeti Szakképzőiskola alapító igazgatóját, a Magyar Érdemrend Tiszti Kereszt kitüntetettjét. Köszöntöm a zsűri társelnökeit, ifjú Tornócki Ferenc szaktanárt, gitárost, basszusgitárost, Kalácska Gábor programigazgatót a Rocker Rádió képviseletében, és köszöntöm a zsűri jelenlévő tagjait, Zeke Attila zenészt, Szabó Tivadar hangtechnikust, Mulit Zoltán hangtechnikust, illetve Lor Kerekes Ágnes zenészt, aki a Karcagi Zeneiskola igazgatója is. Én bízom abban, hogy elnyeri a média és a rockzenészek érdeklődését az általunk útjára indított rockzenei tehetségkutató verseny, amelyről természetesen a mai sajtótájékoztatón is szó lesz. Először megkérem Dobos László polgármester urat, hogy a birkafőző fesztiválról, illetve hozzá kapcsolódó rendezvényekről legyen kedves tájékoztató. Köszönöm szépen a lehetőséget, jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Megtisztelettel köszöntöm én is a sajtótájékoztató részvevőit és a média képviselőit. Az idén is megrendezzük a birkafőző fesztivált városunkban, immáron 21. alkalommal, és ahogy már az imént elhangzott a rendezvény főszervezőjétől, Szepesi Tibor igazgató úrtól, képviselőtársamtól, ez az idén is a június utolsó hétvégén kerül megrendezésre, egészen pontosan június 28-án és 29-én. Ez egy pénteki és egy szombati nap, a helyszín változatlan Karcagváros belvárosi része, elsősorban a Búzón kert és környéke. A birkafőző fesztiválra az idén is 352 főzőhelyjel készülünk, ez egy óriási szám, de hát nem véletlen, hiszen ez a birkafőző fesztivál a legnagyobb gasztronómiai fesztiválok közé tartozik az országban, nyugodtan mondhatom, hogy minimum a harmadik helyen szerepel létszámában és az érdeklődést tekintve. És ha azt el tudjuk képzelni, hogy 352 helyen fő majd a birkapörkölt, azt úgy kell elképzelni, hogy nem biztos, hogy egy lábasban, tehát főzőhelyenként minimum kettővel illik számolni. Óriási az érdeklődés, mind a versenyzők, nevezők részéről, mind pedig az érdeklődők részéről minden évben, és ez egyre inkább növekszik. Nyilvánvalóan egy bizonyos határig tudjuk ezt fokozni, nem is az a célunk, hogy világcsúcsot szervezzünk, hanem az, hogy valóban egy méltó értékét bemutassuk az országnak, hiszen azt tudni kell, hogy a karcagi birkapörkölt főzési hagyományát és módját illetően elsőként kapta meg az ételek közül a Hungarikum díjat. Aki egyszer megkóstolta, biztos, hogy nagyon fogja szeretni, és nehezen fog leszokni erről, ezt az élet már számtalanszor bebizonyította. Jönnek nagyon-nagyon sokan határon belül és határon kívül is. Exotikus helyekről is szoktak emberek érkezni, tehát a híre az már nem hogy országos, hanem nyugodtan mondhatom, hogy európai, sőt világhírű a karcagi birkafőző fesztiválnak. Természetesen nagyon-nagyon komoly programok, műsorok kísérik ezt a rendezvényt. Évről évre szeretünk valamilyen újdonsággal előrukkolni. Tavaly is már 4 színpadon folytak az események,
a pénteki nap a felvezető nap, és szombatra csúcsosodik aztán ki maga az egész rendezvény, akkor történik a főzés is természetesen. És egy ilyen lehetőséget használtunk ki, amikor most egy újabb színfolttal gazdagítottuk ezt a programot, amiről már tett említést igazgató úr, de az utánam szólók nyilvánvalóan ki fogják bontani. Egy zenei csemegét ajánlunk az ide látogatók számára, egy bemutatkozási lehetőséget a fiatal zenekarok számára. Én biztos vagyok abban, hogy ez mindenki számára még vonzóbbá teszi ezt a birkafőző fesztivált, ami egyébként is, még egyszer mondom, nagyon-nagyon vonzó, és a karcagiak és a karcagról elszármazottak gyakorlatilag ezen a napon jönnek össze és találkoznak, és nagyon-nagyon jókat beszélgetnek, amellett, hogy természetesen megkóstolják ezt a kiváló ételt. Én remélem, hogy az idén is nagy érdeklődéssel tarthatunk számot, és azt is remélem, hogy kiváló hangulatban fog lezajlani, lebonyolódni ez a rendezvény. Mindent megteszünk érte. Kiváló szervezőgárda áll rendelkezésünkre, akik már minden csínyát, bínyát ismerik a Birkafőző Fesztivál megrendezésének. Köszönettel tartozok ezért igazgatónak és munkatársainak természetesen. És hívunk, várunk mindenkit erre a fesztiválra, a világ minden részéről tessenek eljönni, megkóstolni, megtapasztalni ezt a rendezvényt. Természetesen, hogyha valamilyen kérdésük van, akkor szívesen állok rendelkezésre. Köszönöm, hogy elmondhattam. Köszönöm, hogy meghallgattak. És továbbadom a szót. Kinek kell továbbadnom, igazgató? Köszönöm szépen. Néhány gondolatot magáról a tehetségkutató verseny megszületéséről. Ahogyan polgármester úr is elmondta, a péntek délután induló program lehetővé teszi, illetve megköveteli azt, hogy olyan színpadi hang- és fénytechnika kerüljön kiépítésre, most már évek óta, amely kiszolgálja egyrészt a fellépő zenekarokat, másrészt pedig azt a nagy számú érdeklődő közönséget, aki megtiszteli jelenlétével rendezvényünket. Ez a megépített technika, amely, mondom még egyszer, a színpad, a hang és a fénytechnikát is magába foglalja, természetesen itt marad a helyszínen, hiszen a szombati napon egy újabb zenei csemegére, koncertekre, fellépésekre várjuk az érdeklődőket a szombati főnap estéjén. Innen jött a gondolat és az apropó, hogy a meglévő lehetőségeinket, technikát kihasználva hirdessünk egy zenei tehetségkutatót, hiszen minden fiatal zenekarnak vágya az, hogy a lehető legjobb technikai felszereltség mellett mutassa meg tudását. Nem szeretnénk azonban magát a fesztivált elsikkasztani olyan fellépőkkel, akik nyilván nem egy birkafőző fesztivál színpadjára való, de mindenképpen szeretnénk, hogyha fiatal, magyar nyelvű, magyar zenekarok mutatkozhatnának be természetesen egy olyan fesztiválon, ahol és amely elsősorban a Hungarikumról, a Hungarikumokról szól. Ennek megfelelően próbáltuk megfogalmazni a tehetségkutató verseny kiírását, tehát olyan zenekarokat, magyar és határon túli magyar zenekarokat várunk, akik elsősorban magyar nyelven adják elő tudásukat. Ehhez kértük fel a zsűri tagjait, elnökeit, társelnökeit, hiszen bízunk abban, hogy nagyon sok zenekar jelentkezik, hogy ők tudják kiválasztani a legjobbakat, majd a legjobbak tudjanak bemutatkozni a szombati napon, itt a Karcagi Birkafőző Fesztivál színpadján, és utána pedig remélhetőleg a következő évben a nyertes zenekar a 2020-as Birkafőző Fesztivál fő műsor idejében kapjon majd lehetőséget. Nagyon köszönöm a megtisztelő meghívást és ezt a feladatot, amit ránk testált a képviselőtestület, illetve a polgármester úr és a szervezőbizottság. Nagyon örülök neki, hogy mára már nagyon, nagyon sok helyen rendeltek
tehetségkutató versenyeket, ami a jövő biztosítéka tulajdonképpen. És különösen ebben az összefüggésben, hogy egy igazán művészet vagy zenepártoló városnak a kiemelt rendezvényén kapnak ezek a gyerekek helyet, és deklaráltan magyar nyelvű dalokról van szó, és magyar zenekarokról, ez abszolút találkozik az én ízlésemmel is. Tehát itt, és az, hogy rock fesztivál, vagy rock zenei kutatóverseny, az is egy bizonyos irányt kijelöl, tehát ez nem klasszikus zenei tehetségkutatóverseny, de nem is mulató zenei verseny, hanem élő zenét produkáló tehetséges fiataloknak a jelentkezését várjuk, és reméljük, hogy vannak itt is sokan, hát magam és a társaim, most már több mint 20 évet tanítunk egy ilyen iskolában, amely a tehetséggondozással foglalkozik elsősorban, és nagy örömünkre szolgál, hogy ennyi tehetséges gyerek van, aki hangszert fog a kézbe. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép feladat, amit mi is csinálunk, és ehhez kapcsolódik ez a fesztivál is, ami szintén egy csodálatos dolog ebben a csodálatos környezetben és jó hangulatban, úgyhogy bízunk benne, hogy az időjárás is kegyes lesz hozzánk, és ennek is ugyanolyan hagyománya tud lenni mondjuk egy idő után, mint a Birkafőző Fesztiválnak, vagy a karcagi rock tehetségkutató verseny és Birkafőző Fesztivál egyben, vagy fordítva sorrendben természetesen. Úgyhogy még egyszer a magam részéről nagyon szépen köszönjük a meghívást, és igyekezni fogunk a legjobb tudásunk szerint részt venni ebben a nemes versenyben. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a megtisztelő bizalmat, hogy a zsűri tagjaként részt vehetek ezen a Zenei Tehetségkutató Fesztiválon. Illetve szeretnénk gratulálni Karcagnak, az egész városnak a Birkafőző Fesztiválhoz, és külön üdvözlöm, hogy el tudták indítani ezt a Rockzenei Tehetségkutató Fesztivált. Ugye jelenleg a magyarországi médiahelyzet nem kedvez annyira a rockzenének, rockzenészeknek, amint amennyire kedvezhetne, úgyhogy ezért is nagyon jó és nagyon fontos, hogy ilyen lehetőségük van a fiatal rockzenészeknek, hogy megmutassák maguknak. Úgyhogy külön öröm lenne, hogyha nagyon sok város átvenni ezt a hagyományt. De egyelőre beszéljünk erről, ami itt fog idén megtörténni. Hát nagyon remélem, hogy sok fiatal rockzenekar fog eljönni, nagyon remélem, hogy sok fiatal is jó rockzenekart fogunk tudni majd meghallgatni, és azt előre vetítem, hogy szigorúak leszünk az Enegon barátommal, és mindenféle nagyon fontos szakmai szempontok alapján fogjuk meghozni azokat a döntéseket, amik majd befolyásolják a végeredményt. Úgyhogy köszönjük szépen még egyszer a lehetőséget, és adnám is tovább a szót. Nincs egy könnyű helyzetben a rockzene Magyarországon ma, de talán pont a mi rádiónk a példája mutatja azt, hogy ez nem is reménytelen helyzet, ugye aki ismeri a magyar média helyzetet, az tudja, hogy február 2-ával az egyetlen sugárzó rock rádió bezárásra került, mi pedig aznap indítottuk el ezt az online rádiót Rocker Rádió néven. Nagyon nem szeretnék belemenni a részletekbe, annyit tudni kell róla, hogy ez tulajdonképpen egy média garázs cég, ketten csináljuk, abszolút szerelemből, tehát sok minden van ebben, pénz nincs, de nem is ezért csináljuk, igazából nem ez a motivációnk. Viszont hallgatóink, hál' Istennek, elég sokan vannak, az első hónapban 482 ezer magyar ember mondta, Magyarországon élő magyar ember mondta, hogy szeretne belehallgatni ebbe a rádióba. És ami külön büszkeség az, hogy a határon túli magyarok is elég aktívan hallgatják, tehát Erdélyben, a felvidéken is 10 ezer pluszos a hallgatóinknak a száma, és a Vajdaságban, Kárpátalján is rendszeres hallgatóink vannak, illetve hát azokban az országokban, ahol nagyobb magyar nyelvű közösség él, tehát Angliában, Németországban ott is ilyen 5-6 ezer hallgatónk van napi szinten. Ezt el kell mondanom, úgyhogy minket is meglepett, de néhány hét alatt sikerült tulajdonképpen egy ilyen kulturális kapcsot képeznünk a határon túl és a határon innen magyarság között, ami azt gondolom, hogy egy eléggé szép küldetés, és ezért gondoltuk azt, hogy mi méltó partnerei lehetnénk a Karcagi Birkafőző Fesztiválnak is, ami ugye hungarikumként nekünk egy fontos feladatunk, azt gondolom, hogy a magyar múltat, a magyar múltnak a dicsőségét és a magyar jelennek és a jövőnek a dicsőségét kapcsoljuk össze, úgyhogy ezért jött az ötlet. Aztán amikor Tiborral beszéltünk és mondta, hogy épp egy rockzenei tehetségkutatót terveznek, akkor meg tulajdonképpen ez egy ilyen a csillagokban megírt találkozás volt. Úgyhogy nekünk az a dolgunk az idén,
Egyrészt, hogy a zenekarok felé propagáljuk ezt a kiváló lehetőséget. Éppen ezért mi a mai napon már közzé tesszük a pályázati felhívást minden csatornánkon. Illetve, ami nagyon fontos az, hogy a szakmai zsűri egy komoly szakmai döntést fog hozni. Nyilván a minőséget azok a zenekarok fogják majd elsősorban képviselni, akiket mi kiválasztunk. Hát nyilván nem én vagyok ebben a szakmai része, hanem egy picit oda kell majd nézni inkább. Viszont emellett a közönségnek is igyekszünk majd lehetőséget adni arra, hogy ők is bejutassanak egy elsőként a döntőmezőnyébe egy zenekar, tehát a Rocker Rádió hallgatói fogják megszavazni, hogy ki az a plusz egy zenekar vagy előadó, aki bejut majd a döntőmezőnyébe, illetve amikor már kialakult ugye a döntőmezőnye, akkor újraindítjuk ezt a szavazati kört, és egy külön közönségdíjat is kitűztünk, mindjárt így az első alkalommal, tehát lesz egy külön díjas is a szakmai díjak mellett. És ami még fontos, és amivel mi tudjuk támogatni ezt az ügyet, ezt mi is tesszük, az az, hogy nyilván egy nagyon fontos és nagyon szép gesztus, hogy a jövő évi fesztiválon fel tudjon majd lépni a zenekar, de azt gondolom, hogy ezt nem kisebbítve, az is nagyon fontos, főleg egy pályakezdő fiatal zenekarnak, és ugye itt ez egy fontos része a pályázati kiírásnak, amit még nem hangzott el, de talán jó, hogyha elmondom, hogy olyan zenekarok jelentkezését várjuk, akiknek még nincs lemeze, tehát abszolút a pálya elején álló zenekarokat, tehát nekik nagyon fontos azt gondolom a média jelenlét, úgyhogy mi épp ezért a magunk részéről ezekhez a díjakhoz egy fél éves, 5 hónapos, 4 hónapos kiemelt média támogatást tudunk hozzáadni, amikor ugye interjúkat közlünk a zenekarokkal, játsszuk a dalaikat és mindenben fórumot megteremtünk nekik, hogy a rockzenekarokkal is jussanak el ez a nagyszámú rock közönséghez. Én azt tudom mondani, hogy a magunk részéről egy 50-60 zenekarral tervezünk, akik jelentkeznek. Ez lehet, hogy zsűritársam nem annyira örülnek, hogy meg kell majd hallgatni, de én nagyon szeretném, hogyha a magyar zenekarok ezt az én általam elvárt számot jóval túlülnék, és itt mondanám el még egyszer, ami nagyon fontos, hogy nem csak a magyarországi magyar zenekarok, hanem a határon túli magyar zenekarok jelentkezését is várjuk, mert azt hiszem, hogy ott is vannak olyan műhelyek, ahonnan megéri nekünk is, meg a közönségnek is megismerni az ő munkáikat. Köszönjük szépen. Ahogy hallgattam itt a hozzászólásokat, egy dolog jutott eszembe, amit fontosnak tartok. Itt előtte beszélgettünk ugye a Birkafőző Fesztiválról, ahol most már gyakorlatilag, hogyha kettesével számoljuk ezeket a bogrács helyeket, akkor ilyen 700 körüli étel készül, amit verseny formájában, tehát eldönteni, hogy melyik jobb, az eléggé nehéz feladat, vagy mondhatnám azt is, hogy szinte lehetetlen. Tehát én ugyanígy gondolom, itt az a lényeg, hogy minél többen összejöjjenek, a közösséget építsenek, barátkozzanak az emberek, és megkóstolják egymás főzkét. Ugyanez vonatkozik a zenekarokra is. Tehát itt mondtuk, hogy nagyon komoly szakmai zsűri van, ez nyilván így van, de ez ne rettentsen vissza senkit. Tehát itt ennek a versenynek, ami egyébként nem verseny, tehát a zene az nem verseny. Tehát az a legnagyobb sikere, hogyha minél többen jelentkeznek, és minél több zenekar tartja fontosnak azt, hogy megmutassa magát, hogy közösségek alakuljanak, és ezek egymással is találkozzanak. Tehát én mindenkit arra bátorítanék, hogy tegyen egy próbát, tehát felelőssége nincsen benne. Tehát gondolom, hogy olyan komoly nevezési díjak sem igazán vannak, hogy az elrettentene bárkit is. És függetlenül a végeredménytől, az, hogyha valaki hangszert vesz a kézbe és játszik, és saját magának és a környezetének örömet szerez, akkor már győzött mindenki, úgyhogy körülbelül még ez az, ami az üzenete ennek a dolognak szerintem. Köszönjük szépen! Mától tehát nyilvános a pályázati felhívás. A jelentkezési lapok letölthetők lesznek a város, illetve a Dérényi Kulturális Központ honlapjáról, de természetesen a Rocker Rádió is fog segíteni abban, hogy mindenkihez eljusson a jelentkezési lap, amely egyébként minden fontos információt tartalmaz, de azért a legfontosabb, hogy április végéig várjuk a dalokat. Ahogy elhangzott, azok a zenekarok jelentkezhetnek, akiknek még nem jelent meg lemeze, magyar és határon túli magyar zenekarokról van természetesen szó, szóval, ahogy elmondtuk, minimum 3 dalt kell beküldeniük MP3 formátumban, ebből fogja majd a zsűri kiválasztani
a legjobbakat. Terveink szerint május 10-ig minden zenekar megkapja az értesítést azzal kapcsolatban, hogy bejutott-e a verseny döntőjébe, amely július 29-én szombaton kerül lebonyolításra a Birkafőző Fesztivál fő színpadán, az eredményhirdetés pedig majd az esti programban fog véglegesedni. A Rocker Rádióval kapcsolatos tehetség, gondozás, illetve a szavazás az elérhető lesz, gondolom, a rádió média felületein. Tehát ott is érdemes figyelni minden zenekarnak, úgyhogy várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel.